Négy fajta oltóanyag közül lehetett választani a szabadkai Újvárosházán kialakított oltóponton. Ezek a Pfizer, a Sinopharm, a Sputnik V és az AstraZeneca vakcinája. Szombat délelőtt az előzetesen nem regisztráltakat oltották, és azokat is, akiket valamelyik oltóanyag második dózisának felvételére hívtak be. Délutánra mintegy 400 regisztrált oltakozó volt előlátva valamelyik vakcina első adagjára. Došla sam ovde kod roditelja da primim tu vakcinu. Manje su gužve za sada. Ovde u Subotici preležala sam već jednom koronu i odlučila sam se da primim vakcinu. Ako slučajno ponovo bude neki talas, da budem sa blažim simptomima. Sokan azért jelentkeztek az oltásra, hogy miután felveszik a második dózist is, készhez kapják az oltakozásról szóló bizonylatot. Nem jelentkeztem be, hanem direkt eljöttem, azért már eddig nem is akartam fölvenni, de mivel akarok utazni, úgyhogy rákényszerítettek. Máskülönben nem vettem volna föl, biztos. Ja sem došla najviše zbog putovanja, tako da nemam nekih problema na tim destinacijama, na kojima idem. Szabadkán már a gyerekek is megkaphatták a Pfizer vakcinát, természetesen az előírásoknak megfelelően. Pfizer može i kod osoba, to jest djece koje su od 16 do 18 godina, ali uz prethodnu potvrdu pedijatra. Znači moraju otići kod pedijatra na pregled i uz njihovu potvrdu dolaze kod nas. Sad je bilo, pa za ova 2-3 dana, koliko je to aktuelno, barem kod mene znam da je bilo nekih 10 sigurno, vjerovatno i kod ostalih lekara i timova. A trudnice, kako one dolaze ili da li uopšte dolaze? Bilo je par njih, u početku je to bila privremena kontraindikacija, međutim sada u posljednjih nekoliko dana dobili smo te informacije da trudnice mogu primiti Pfizer posle prvog trimestra trudnoće. Što se tiče dojilja, također mogu primiti, osim kod dojilja, tako stoji u napomeni, ne može ruska Sputnik vakcina, ostale da, kod dojilja. Az oltópont koordinátora elmondta, azokat az oltakozni vágyókat, akiknél esetleg heves allergiás reakció léphetne fel, azokat a Szabadkai Közkórházban oltják be.